Sziasztok, itt újra ezután. Folytatjuk a Phoenix Fire észrevétlenül Justice for a második epizódját. Ezzel már túlestem az első nyomozáson, de sajnos nem lesz könnyű dolgom a következő felén. Mert ez nagyon fájdalmas lesz. És tudjátok miért? Mert egy született ügyésznővel kell felvennem a versenyt. És nem fog engem kímélni, az biztos. Úgy miért fájdalmas, az mindjárt meg tudjátok. Június 21.94 perce, Nédi Bíróság. Várom. Mi? Von Karma ügyész. Úgy érted? Nem, az utódja lesz ez úton. Utódja? Manfred Von Karma. Nagyon gonosz ember volt. Mindenféle trükköt beletett, csak hogy győzzön. Őt a tökéletessége érdekelte. Tökéletes rekordja volt 40 éves karrierje alatt, és csak Phil Spike tudta legyőzni. Ki tudja, milyen biztos trükköket fog bevetni, hogy... Vagyis, hogy milyen módszert vetett be, amikor megadta azokat a bűnös ítéleteket. Én de most utódja. Csodálkozik azon, ki lehet az. Ez nem jó. Misztikus már. Pearly? Megjöttél? Kösz, hogy megjöttél. Aggódtam, érted? Hol van az anyád? Nem ketten jöttetek? Az anya bizonyára a médium képzőket figyeli. Szünet nélkül folytatja a gyakorlatozást a többi médiumban. Akkor magad jöttél? Kilopakodott a faluból és követte a térképet. Nem mondod komolyan, hogy ide sétáltál? Persze, hogy nem. Futott! Két óráig tart, hogy vonattal ide érni. Futott! Értitek? Pörli, mi állított a vonattal? Volt könnyű útja, csak azt nem választotta. Miért? Azért nem választottam, hogy azt sem tudja, mi az a vonat. Mi az a vonat? Jó, mondtam, hogy nem gondolkozott, csak egyszerűen futott. Vissza felhagyom. Itt az idő, nem igaz? Most nagyon fél. Mivel Von Karma lesz az ügyész, ezért lenne oka fél. De azt tudja, hogy Edgeworth bizonyára kedvesebb lett volna. Tehát aki felveszem a versenyt, az rosszabb, mint Edgeworth. Edgeworth-nik rivális, barát. Így kiszakodik. Vince nem akarja, hogy ezt a nevet engem vicse. Miért? Mert azt gondolja, hogy meghalt. Mi? Nem csak. Hogy léted ez? De jön a végrehajtó, és közli, hogy jöhet a tárgyalóterem. Most elékeztünk a legfájdalmasabb részhez. Most megfigyeltétek, miért olyan fájdalmas per
A Justice for All-ban egy ügyésznő elleni harc. Majd a fej második pere következik, mert az első Ace Attorney-ben volt, most Justice for All-ban kell megvédeni őt. Készen áll a vád és a védelem? Látjátok? Egy ügyésznővel kell felvennem arcot, de nem szabad alá becsülni lány létére, mert mindjárt megtudjátok, hogy miért. Mi van ezzel a lányjal? Mr. Wright, készen áll? Igen, készen áll. Miért olyan mérges rám mindig? Mr. Phoenix Wright. Kicsit sokkal, hogy mert nő vagyok. Nem igaz? Igen, szóval... Vonka motódja egy nő. A neve Franziska von Karma. A csoda. Vagy inkább csoda ügyésznő. De inkább úgy mondanám, hogy született ügyésznő, aki 13 évesen kezdte az ügyészi pályafutását. Ja, még nem látni ezt. Értem. Feladta az ígéretes karrierjét Németországban, és ide jött ebbe az országba egy jogból. Bosszútáni. Bosszútáni? Azt gondolja, hogy az apja miatt van. Csak hogy emiatt hülye rosszokot adna rá, mert az apja azt kapta, amit érdemelt. Ez valami személyes termény. Személyesítjű. Én beszélek. Látjátok? Na ezért! Szóval az ügyésznő intelligens, agresszív és nagyon szigorú. Bárkire oda csap az ostorával. És ha beavatkozol, az ostorom fog szót érteni veled. Egy beszéljen szájával. És de hiába fog könyörni. Jó! Látjátok meg egy ribanc? Még rám? Még engem is leostoroz. És most minden állam le akar győzni engem. De ne is álmodj! Nem hagylak nyerni! Az egyetlen lehetne itt tenni, hogy maradjak erős. Inkább te készülj fel az első verségedre! Mert én még ő se ismeri a verség szót. Jöhet a nyitójelentés. Né. A vonkalvének egy kis sorsa van. A tökéletesség. Igen, szóval ő is az apja befolyása alatt áll. Annyi különbséggel, hogy ilyenkor már ez egy sorban nem hűséges Manfred von Karnak, de ő mindig az maradt. Most azt mondja, hogy Manfred nem fogja megúszni a bűnös ítéletet a jelenléte alatt. Milyen a védelmi pozíciója? Meg akarod szedni a nem bűnös ítéletet? Igen. Igen, szóval ezért ilyen fájdalmas perc. De a másik őrült szokása, hogy többszörösen leostobáz, mint így. Egy ostoba bolond, aki ostoba dolgokról álmodik. Ostoban álmodik ostoba álmokról. Na, látod? Tripla ostobázás! 10 perc és a... 10 percet ad, hogy meggondolja magát. Hogy itt kell, hogy
vidéke azért, hogy önvédelemből ölt. Ezt akarja nálam elérni. És mit jelent az? Hogy ön... Hogy nem szándékosan, hogy önvédelemből, de nem szándékosan. Így, hogyha ilyen ítéletet adnék, akkor bizonyára csökkentenék az ítéletét, vagy enyhítenének valamennyire. De akkor is maradok a nem bűnös ítéletnél. Mert az önvédelmi ítéletnél azt mondanánk, hogy tényleg megölt valakit. Ostobaság! Na, te csinálsz, az az ostobaság! Jöhet az első szemtan. Igen, olyan ijesztő, mint az apja. Viszont az apja nem használt ostort. Tanunk nevet és foglalkozást. Igen, nevem The Gumshoe Detektív. A tanút is leostorozza. Tény a lényegre már. Magyarázd el a részleteket a gyilkosságról. Ezt mutat egy térképet. A csatornázó kamráról, ahol nincsen semmilyen ablak, és zárva volt az ajtó. A gyilkosság napján csak az áldozat és a vádlott volt abban a kamrában. És mit csináltak ott? Hát most a bírónak közölni kell, hogy egy számát idéztek. Döbbenetes, ugye, hogy ezt el kell mondani ki. De pár perc, mikor elkezdődött az a csatornázás, lövés hallatszott a kamrából, és két szemtanú betörte az ajtót, és akkor találták az áldozatot holtan. Tehát itt a következő bizonyíték. És hogyan halt meg? Látjátok, ennyi szigorú. Még a szemtanút sem kímél. Azon a halált a pisztoly okozott a fejbe. Hát a point blank az nem tudom miféle lövés, de lesz egy közelség. De miért lelőtték volna, még készszúrást is kapott. Elég komoly volt az a sérülés, de nem elég, hogy azonnal halált halljon. A gyilkosi ezért adta a pisztolyt, hogy végezzem az áldozattal. És csak most kapom meg a boncolás jelentést. Elfogadja ezt a bizonyítéknak, és most jöhet a kereszkedés. Hát, várjunk csak, gondolkozz.
Hold it! Damián távolságból volt. Hát... A 12-10 inch, azt nem tudom miféle... méteres számolás. Hát nem tudom, hogy a sebességben szokták-e mérni. És honnan tudom? Cuppok egyet. Már megint triplados tobázik. Hogyha úgy a ostoba bolondozást, az olyan ostoba bolondónak ezen az ostoba országban. Szóval erre a kérdésre a válasz egy puskaporos lövése. Tehát a pizzatóra bizony a puskapor is lehetett. Ami valamilyen közelségből lőhet, az óriási golyót annál a golyó újási lyukat csinál. És amiért elég forró, ezért az a puskapor, ezért a puskapor észrevehető. És az a fejnél is észrevehető. És szanú. Holy! És mivel volt leszúrva? Egy olyan gyümölcsös késsel. A fej családhoz tartozik. És benne van már a fej új lenyomata is. Hát ez tényleg nem valami jó hír. Az biztos. Mert hogyha az új elnyomat is beszámít, akkor hátrányban vagyok. Még nevet is. Hogy mit teszek? Hold it! De itt nem mutathatok bizonyítékot, mert beszoktam. És milyen súlyos volt az a sérülés. Hát az azért találhatta, eh? De lehetetlen volt, hogy vissza tudjon támadni. Hold it! Hogy biztos vagyok-e benne? Hát teljesen. Csak rá kell nézni. Most tényleg... Most tényleg sem ostobázik. A bolond egy ostoba, aki... aki hallgat ostoba... lényeget más ostoba bolondoktól. De idióta. Együtt ostobázni. Na, azt nem számít, hogy mi volt az első. Még volt az első a készülés, hogy a lövedék. Hogy vigyázzak a szájamra. Ez tényleg fájdalmas. Hát többet kéne tanulom el a fegyverről. Hold it! Akkor azt is be kell vetnem. Hogy ki volt az a pisztoly? Az áldozaté. És még kéne, hogy legyen neki, hogy pisztoly.
tehát ott ilyen egy női tiltakozás. Hogy miért kérdez, hogy legyen pisztoly, az ki, mit számít? Azt számít, hogy ilyenkor az új lenyomata volt rajta. Ha nem figyelsz erre, ha nem te szerintesz figyelmet erre, akkor javaslom kezd. Az áldozat és a vádlott kell új lenyomata szerepel benne. Hát ez is döbbenetes, mert az igazi gyilkos bizonyára tett róla, hogy az új lenyomat eltűnjön. Hát ő kezére játszom. Úgy néz ki, hogy... Látjátok, ezért nem volt értelem bizonyítékot mutatni. Már tudjuk, hogy hogyan halt meg az áldozat. És magával hozta a kés meg a pisztolyt. Most hozzáadjuk a pisztoly. És a kés. És a halál ideje június 19, 3 óra 15 perc délután. És egy szemtanú két lövés hallott azokban az időben. Hát ez egy nyitó és záró ügynek számít, ezek szerint. Természetesen. Ez a rosszról rosszabbra tért. Hogy még szerzem meg a nem bűnös ítéletet? Most akarja, gondolja meg maga. Pontosan ezért mondta azt, hogy hát ha meggondol maga. Egy 10 perc múlva. Hogy megváltoztassam-e meg? Hogy ez az utolsó esélye. Ez egy nehéz döntés. Azt képzelni, hogy csak úgy túljárhat az összeven, mi? Én már legyőztem az apját, mit képzel? Azt hiszi, hogy ilyen könnyen legyőzhet. De különben, hogyha vállalnám ezt, akkor meg be is szopnám. Meg ráadásul ez nem is önvédelem volt, hanem összeesküvés. Úgyhogy... Bazog rá, hogy mit mondasz, Franciszka. Na akkor is valadok a nem bűnös ítéletét. Hallod? Nem engedem, hogy szórakozz velem. Meg fogod bánni, hogy tud. Hogy leostoroztál. Az olyan, mint bevallani a gyilkosságot, hogyha vállalnám a másikat. És majd a élete teljesen tönkre menne egyszer és mindenkorra, úgyhogy semmiképpen. És ezt nem hagyhatom. Nem változtatok semmit. Én csak a felmentést fogadhatom el. Te. Hogy megpecsételődik a sorsom? Inkább neked pecsételődjön meg a sorsod, hogyha elveszed a pert. Hát, hogyha Rasmus szempontjára veszük az egészet, elég szigorúan mondja azt, hogy vesse be az utolsó támadást. Vagy esetleg, hogy mondja a részleteket. Mond valamely puhányat is, akkor is leastrozza. Még cáfolhatatlan bizonyítékot is akarom mutatni. Ami még döbbenetesebb. Még súlyosabb bizonyítékot találtok.
azt a véres... Basztus. Fejszínű volt a rajzfilmben, pedig lila színű. Ami tele volt vérrel. A vádlott megtámadta, és megölte a személyt, aki nem is vágott vissza. De itt már kell, hogy tiltakozzak. Ezt is elfogadja a bizonyítéknak, tehát majd a kosztümön. Na, ez nagyon fontos lesz most. Majd új lenyomata mindkét fegyverné, és a vér azon a kosztümön. Lehet ez rosszabb is? Na, nem mindkét abban győzöl. Micsoda, hogy idegesítő, hogy hosszú néven mondja. Az nem volt idegesítő, hogy Red White úgy hívott, Mr. Wrong. Pedig találkozhatsz ennél rosszabbba is. Na itt már kell egy holdit. A laborban is megvizsgálták azt a bizonyítékot. Ez sem valami jó hír. Nincs idő még valamás tennie erről az egy. A vizsgálatról, vagy a nyomról. Hát... Még a bíjas az ő oldalánál. Hát ez borzasztó. Ezt jobban kéne harapnom emiatt, úgyhogy még több információt kell kicsikarnom belőle. Nagyon ellenáll, az biztos. Hát önök biztosan lehetett valami oka, hogyha tiltakozott. Jól rá kell nézni, mert van ott egy ellentmondás. Hogy nem tart be, jó kád, azt majd meglátjuk. Van egy probléma ezzel a bizonyítékkal. Micsoda a probléma? Innen nincs visszaút. A probléma pontosan itt van. Ezt nem említette meg a detektív. Most a balújat kell megnézni. Egy lyuk van ottan. Ez nem volt a jelentésben. Ez könnyen értelmehető volt. Hát érthető volt a puska. Azt sem mondta senki. Megtaláltott nyugodtan talán, amit keresett. Tehát itt az egyetlen logikus magyarázat, az bizonyára golyós. Hát ez számítana valamit. Nem, aztán cserséget frissítenem ezt. De így már hasznos bizonyítéknak fog számítani.
Csak hogy az ügyésznő... Még mindig mosolyog, mert... Mert sajnos még hiányzik valami ahhoz, hogy... ellenmondást találjuk. Hogy nem változott a semmi, bizony, hogy... Hiába az ellenmondás, az nem elég. És hogy mondhatok ilyet? De sajnos a Jason-nek abban igaza van, hogy a bizonyíték az bizonyíték, mert elvégre ott van még a vér is. De több problémát kell ezen találni, hogy megfeleljen bizonyítéknak az elmondáshoz. Na most kell bevetni a támadást. Remélem. Úgyhogy... OBJECTION! Detektív... vagy Dick Gumshoe detektív. Igen? Most nagyon tényleg is bucsája, hogy hosszabb nevén voltam. Azt mondtad, hogy... Ugye a kliensem megtámadta, és az áldozat pedig nem vágott vissza. Igen. Akkor miért van ott a nő? Puska általjuk. Hogy mit jelent az? Elmondom, mit jelent az. Azt jelenti, az áldozat rálőtt. Ezt nevezette nem visszavágásnak? Igaza van. Az áldozat rátámadt, az mindent megbászott. Hát lenne akar örülni, de... Erre is van ellentmondása. Nem véletlenül. Mert még valami hiányzik. De ez nem elég ahhoz, hogy önvédelmi ítéletnek számítson. Én most emlékeztetél, mit mondtam. Elutasítottam azt az önvédelmi ítéletetését, Mardokkal nem bűnös ítéletné. És az önvédelmet így nem használtam ezt önvédelmi oknak. Ez csak akkor lett volna hasznos, hogyha önvédelmi. Önvédelmi ítéletbe egyezem, de az nem jó. Mert a terv az, hogy nem bűnös ítéletet kapjak. Ez azt jelenti... Hogy a védelemnek többet kell még bizonyítania. Tehát ez nem elég még bizonyítéknak. Tehát semmilyen módon nem elég, hogy tényleg önvédelemből ölte meg. Ne csak állj ott. Hogy mi volt az oka ennek az egésznek, azt magyarázza el. Na ilyenkor is nagyon szigorúan beszélte, amikor rajzfilmben láttam. Na ezért is leostorozza, mert húzom az időt. Most ő húzza az időt. Amikor leszúrta, akkor bizonyára az áldozat az utolsó elével még visszavágott.
amikor harcoltak az áldozat elővette a fegyverét, de mivel közel volt, ezért bizonyára elvétette. Az övük meg a vádlott elintézte. Így már érthető az egész. Nem adhatom fel ezt ennyire. Hát nem tudom, hogy most kell-e kérdezősködnöm többet erről. Na, tényleg bevállalni. Hold it! Majd a fej bizonyára a csatornázás keres közepén volt. Hallottátok ezt? Az volt a Crane Channeling Technique. Tudjátok miért jelent ez? Az, hogy tud róla. Ha megidézte a nővének az elemét, akkor egyezik a doktorral. Tökéletes! Neked csak egy ilyen rekordod van. Ezt nem kell mondani, mert már úgyis ismétlődni. Hát tízszer ördögébb volt a bizonyosulás. De akkor is leasztorozza. Honnan jött az a pisztoly? A Dr. Gray bizonyára vitte magával, ha netán, de megtámadná a vádlott, vagy a nővér. Mert bizonyára azt gondolta, hogyha magával, hogyha akkor kemény maradhat. A fekete piacot szerezhette két nappal. Tehát elvigyázatosságba hozta. Jó, most próbáld meg! OBJECTION! Tehát óriási lyukat csinált. Tehát ez óriási lyukkal még van egy kis gond. Az első valomásánál van az ellentmondás, és az a puskaporos ég is. Tehát az is számított. Égési nyom nem látható a puskaporázat.
De, mert ez a kosztümön nem látható. És mit jelent ez? A csalódott! Hogy lyukat ütette a logikájában? Bárki elmondta volna ezt. De ezen nem érthetek egyet. Bizonyára meglökhette. És akkor bizonyára lőhetette. Mivel súlyos volt a készszúrás ezért, de akkor nem lehetett, hogy meglökje a bábokat. Na most! Ezt megkaptad. A bábok lökhette meg az állatot. Akkor bizony volt tér is. Bizony erre felkészítette a lehetőséget arra, hogy támadhasson. És aztán a doktor meglövette. És akkor vethetett véget az életének a vágó. Óvatosnak kell majd lennem. Na nem, egyszer beestem a hibába, hogy itt még sense, oda nem szabad menni, mert akkor már a büntető meg is van. Ez nem ért, nem igazán érthető. Érdekes, ugye? Tehát az elmondást egy bizonyítékban kell megtalálni. A bizonyíték pedig itt van. TAKE THAT! Szóval ez a bizonyíték pusztítja a logikádat. Ez az... Mert itt látható ez a lyuk. Mert az... Mindjárt megmondom. Úgy lesz, hogy tudom, miről beszél. Hát nyomtalanok ezek ketten. Az a puska lövedék eltalálta a vádlott ujját, még ezt... Még ezt a folding screen. És a lövés bizonyára a 8... Nem tudom milyen... Miben mérik ezt. Bizonyára a lövedék 8 mm-es lehet. Már bizony nem állhatok készen a támadásra. De igen, szóval nem állhatok készen, mivel hogyha az áldozat rálőtt, akkor most bizony meg volt ijedve. Nem számolt fel, hogy már élete került veszélybe. Csak azután támadhatott vissza. Miután megijedte, hogy majdnem eltalálta. Ez mindent megváltoztat. Most látjuk ezt a diagramot. Itt volt az áldozat. És eddig ezt a folding screen találta el. És hol volt akkor a vádlott, vagy a gyilkos? Való itt?
Take that! Tehát, hogyha itt volna, vagy itt volna például a lövedék valahol itt, akkor úgy kell figyelembe venni az egészet, hogy hogy találhatta el azt a kosztümöt, hogyha egyenesen megyünk. Mondjuk itt lenne a kosztüm, ahol volna az a lyuk. Hogy lehet van közele? Az lehetetlen. Hogy miért? De onnantól kéne erre az választ. Ha közelebbről találta volna el, akkor már észrevehető lett volna a puskaporos égés. Viszont... De a kosztümbe ez nem található. Hahaha, így kell visszatni neki. Egyek álkozott, te egy álkozott, amiért leostozom neki. Hogy változtat minden? Változtat ezen bányt? Minden megváltozott. Ha igaz volna, hogy győte, hogy a vádlott tette, amit tette, akkor csak kis szúrás látható. Látható, viszont... De viszont hol volt hol is mit csinált a vádlott? Abban az időben. Ha nem, Wirefé volt az igazi gyilkos. Miért van a folding screennél, hogy elkezdjen támadni? Na, itt van a... Na, itt a bövető. Ez megváltozik valami. Tudjátok, hogy miért? Egy katasztrofális véget érne ennek egésznek, hogyha mindig mosolyog. Most már látja, miért volt olyan sok baja az apjának azzal, hogy legyőzzön. Ezért volt olyan kemény dolga vele, mert ilyen okos vagyok. Hogy képzelte Bödös Ribanc, hogy jött volna a feleségre? A detektív nem tehet semmiről. Az elmondást nem lehet figyelmen kívül hagyni. Büntetni! Már ő se fogja fel, hogy jön. Hogy nem igaz ügyész, hogyha folyton csak a rekordjával foglalkozik, az nem arról szól. De most eddig fogok tartani ez a tárgyalás, mert a következő részben már a következő szemtanút kell kihallgatni. Azaz Lotta Hartot. Tehát 5 perces szünetet fog tartani. Folytatjuk. Jó van, srácok, ha tetszett, nem felejtsetek el feliratkozni. Tehát legközelebb Lotta Hartot fogunk kihallgatni. De, és azt se felejtjétek el, hogy van korábbi és utóbbi verzió minden egyes részben a Justice for All-ban.
Kicsit búcsúzom már, sziasztok!